A karácsonyi ünnepkör január 6-áig vízkeresztig tart, vagyis a szilveszter és az új év is ennek a része. De ahogy a karácsonyhoz és az adventi időszakhoz, ehhez is több népszokás, hagyomány, babona tartozik. Ilyen többek között a Heródes játék, vagy a három királyjárás dramatikus játékok. Ez a szokás, vagy ez a játék összekötődött azzal a katolikus helyeken, hogy új év köszöntő jó kívánságokat mondtak el a ház népének. Igazából mindenhol beengedték őket, és a végén egyfajta hagyományos adománygyűjtő formulával zárták ezeket a dramatikus játékokat. Ennek egyfajta közösség építő, megerősítő szerepe volt. Az összegyűjtött adományokat a nap végén megfőzték és elfogyasztották. Ilyen csoportos népszokás volt még a regülés. Maskarába öltözve különböző zajkeltő eszközökkel űzték el a gonoszt és jó kívánságokat mondtak, óvó, védő rigmusokat adtak elő. Ezeken kívül sokfajta jóslást is végeztek szilveszter napján. Halál, termékenységi és szerelmi jóslásokat tartottak. A következő év időjárását, a hajadon lányok leendő férjének nevét, foglalkozását jövendölték meg. Ezen a napon az asszonyok nem végezhettek nagy takarítást vagy mosást, és az étkezésre is nagyobb hangsúlyt fektettek. Tyúkhúst például tilos volt enni. Azt tartották, hogy vagy elrepül az ember a család szerencséje, vagy elkaparja a tyúk a szerencsét, illetve a pénzt. Viszont kifejezetten fogyasztottak disznóhúst bőségesen, hiszen a malac az a hiedelem szerint előre kitúrta a családnak a szerencséjét. Ezeken kívül magvas és szemes termékeket fogyasztottak, hogy a család vagyonát és termésének bőségét meg tudják tartani, illetve gyarapítsák. A néprajzkutató elmondta, az is nagyon fontos volt, hogy ne vigyenek át haragot a következő esztendőbe. Megújult, tiszta lélekkel indítsák az új évet. Az ünnepkört január 6-a vízkereszt zárja le, de nem maradunk sokáig népszokások nélkül, hiszen ezzel be is lépünk a farsangi időszakba.